Danke vielmals für die Einladung. Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a bevezetőt is. Manche nagyon örülök, hogy néhány gondolatot megoszthatok önökkel. Heilige. Mégpedig a Szent Eukarisztiáról, mégpedig az Eukarisztia, mint Isten földi országának tapasztalata az ortodox egyházban, így szól előadásom címe. Amikor az ön előadást hallottam, arra gondoltam, hogy sok mindent talán meg fogok ismételni, de ez is csak azt mutatja, hogy mi egy közös hagyatékkal, közös örökséggel rendelkezünk, úgyhogy nagyon örülök, hogyha közösen együtt elgondolkodunk, elmélkedünk arról, hogy micsoda nagy ajándék az, amit Istentől kaptunk. Őt magát kaptuk meg, és ő benne osztozhatunk. Most dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek most, és mindenkor, és mindörökön örökké. Amen. Mit den Worten, ezekkel a szavakkal, amely a trinitárius doxológiában, ezzel a Szent Háromság dicsőítésével kezdődik minden isteni liturgia. Azaz, az eukarisztia ünneplése az ortodox egyházban így kezdődik. Ezáltal pedig közvetlen kapcsolatot teremtünk az ő királyságával. Már a kezdetektől fogva kiemelten is világossá válik, hogy az eukarisztia nem csupán egy megemlékezés, vagy egy emlékezés egy régmúlt eseményre. Sőt, éppen ellenkezőleg, mindenek előtt egy dologra összpontosít, egy valami kerül a középpontba, mégpedig az, hogy az együttünneplők itt és most egy isteni megtapasztalásban részesüljenek. Isten országa a keresztény hit tartalma. Azt jelenti, hogy egyesülünk, egy egységet alkotunk Istennel, és jelenti azt a benne való életet is. Amikor kezdjük az eukarisztiát ünnepelni, akkor Isten mennyei országát dicsőítjük, Vasili Efhalu, ezt valljuk legmagasabb értéknek, mégpedig vágyaink, szeretetünk és reménységünk, reményeink beteljesedésének. Ez azt jelenti, hogy már most, itt a Földön, van lehetőségünk arra, azt az ajándékot megkapjuk, hogy részt vegyünk Isten mennyei országában, és beléphessünk ennek az országnak az igazságába és örömeibe. Ez azt jelenti, hogy egy új valóságba lépünk be, ahol pedig a mennyei együtt van a földivel, ahol együtt van a múlt a jövővel, és a jelennel is. Mert hogy ott Isten örök jelenébe változik minden át. Ez belépést jelent a Szent Háromság országába, amely így mindenek előtt egy olyan ország, amely a szeretet és a közösség országa. Kinonia, vagyis kommunió. A Szent Eukarisztia, amelyet itt a Földön megtapasztalunk, és amelyben mi részt is veszünk, tulajdonképpen participáció a mennyei liturgiában. Krisztus keresztje által mi emberek is osztozhatunk Isten országában. Krisztus ennek az országnak a királya, aki eljött, és mindig újból és újból el is fog jönni. A kereszt által
jött, és a kereszttel együtt jön. Krisztus által a mennyek országa nem csak kinyilatkoztatott az emberek előtt, hanem az isteni liturgia leginkább egy transzcendentális megtapasztalás helyévé válik az ember számára. Isten országa, amely az eukarisztikus ünneplés kezdetén megnyílik, ez szimbolikusan az ikonosztáz királyi ajtóinak kinyitásában fejeződik ki egyébként. Tehát mindenki és minden egyes ember számára ott van ez az Isten országa, és mindenek előtt azonban a megkereszteltek számára válik teljességében országgá. Azaz egy aktív belépés és részvétel, ez Isten üdvözítő munkájában a világban, amelyet minden ember érzékünkkel meg is élünk. Aki ünnepli az eukarisztiát, ott Isten üdvözítő terve újra létrejön. Rekapitulálódik Isten üdvözítő terve. Szent Irénusz terminológiát használva mondtam ezt így, tehát ennek megfelelően egyébként aranyszájú Szent János liturgiájának az anafora szövegében azt mondja, hogy idézek, hogy emlékezzünk mind arról, ami érettünk történt. Emlékezzünk a keresztről, a sírról, a harmadnapi feltámadásról, a mennybe menetelről, a jobb kéz felől való ülésről, aki atya jobb felé ül, a második és dicsőséges eljövetelről, idézet vége. Az isteni liturgiában a múlt, a jelen és a jövő egybeesik. Mert még akkor is, hogyha az eukarisztia misztériuma a múlthoz kapcsolódik, nevezetesen az utolsó vacsorához, a titkos vacsorához, és mindaz, amit az Úr emlékezetére ünneplünk, végső soron eszkatológiai jellegű. Ez már magának Krisztusnak a szavaiból is kitűnik, idézni fogok, mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. És tovább megy, mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. Ende des Zitats. Idézet vége. Die Eucharistie ist az eukarisztia a hívők számára az eszkatológikus lakomán való részvételt és Isten országának öröklését jelenti. Még ha nem is határozható meg megvalósult eszkatonként, a felajánlott kenyér és bor adományok átváltozása által a földi és mulandó életből már is valósággá válik az új, örök és igaz élet. Mégpedig Urunk testének és vérének misztériumában. Nach dem heiligen Porphyrios Kapszolakalíviai, Szent Porphyrios szerint. Ez az a misztérium, amelyet maga az Úr idézett elő, és amelyben felajánlja magát, önmagát az egyházért. Mert ami az ő teste általa tápláltatott és szenteltetett meg, és Krisztussal együtt él. Ez a misztérium bizonyos értelemben
Höhepunkt az egész liturgikus élet csúcspontja. In ihm ebben találkozunk magával Krisztussal. In all sein az ő isteni és emberi személyének, isteni és emberi testének, és az ő egyházának teljes és csodálatos gazdagságában. Seine Kirche. Bekanntlich war mint ismeretes, in der alten Kirche az ókeresztény egyházban ezen ország eukarisztikus tapasztalata elsősorban a megkereszteltek számára volt fenntartva. So gibt es nach der így a proszkomédia dia után, tehát az áldozatok előkészítése után, amelyben csak a liturgiát szolgálók vesznek részt, az isteni liturgia két fő része következik, mégpedig a katekumének liturgiája a különböző ekténiákkal és olvasmányokkal, ideális esetben pedig még a prédikációval is, valamint a hívők liturgiája következik, illetve hát a hívők vagy a megkereszteltek liturgiája, amely a hitvállással kezdődik, és a szent áldozás után a záró áldással végződik. Findet. Auch wenn die még ha a katekumenek formális elbocsátása az első rész után ma már nem kényszerít senkit arra, hogy idő előtt elhagyja az Isten liturgiát, a szándék még mindig ugyanaz maradt. A keresztelés, a keresztség és a Miron kenet, azaz bérválás által kapja meg az ember azt a kegyelmet, amely képessé teszi az embert arra, hogy megtapasztalja az adományok átváltozását, és így osztozzon Jézus Krisztus misztériumában. Csak amikor levetjük a régi embert, amikor levetve a régi embert és feltámadva új emberként Jézus Krisztusban megtapasztalják a megkereszteltek Istent. Hát itt tudják megtapasztalni Istent. És vehetnek részt. Így válik érthetővé, hogy a mai napig a szent áldozás tulajdonképpen Krisztus vérében és testében részesedést jelenti, de csak a megkereszteltek számára van a mai napig fenntartva. Tehát a Krisztussal való közösség tehát feltételezi a régi ember halálát és az újjelben való részvételt, mégpedig Jézus Krisztusban. Az eukarisztia az egyház folyamatos húsvétja, az örök élet kezdete, amely belép a régibe, átváltoztatja, és meg is újítja azt. Ez Isten eljövendő országának lélek által alkotott jelene. Krisztus már megajándékozott bennünket az ő eljövendő országával, ahogy ezt az aranyszájú féle anaforában is állt, ő, idézek, az eget más egyébként máshol is megfogalmazta el, mert az eget leírhatóvá tette, az eget járhatóvá tette. Van egy másik jól ismert ortodox metropolita, Johannes Zizioulas. Ő szerinte az eukarisztia természeténél fogva, fel van ruházva egy eszkatológikus dimenzióval. És ha bár belép a történelembe, mégsem azonos azzal. Identis. Az eukarisztia, mint az egyház misztériuma, valóban Isten eszkatológikus királyságát képviseli, de nem azonos
azzal. Zu setzen. Die eucharistische Darstellung, az eucharisztikus ábrázolása ennek az országnak, ebben az értelemben, az egyházban egyszerre tárul fel, és avra marad mégis rejtve, minden közel és mégis távol van tőlünk, mindez hirdet és vár bennünket. Szent Nikolaos Kapaszilas kifejezetten azt hangsúlyozza ki, hogy mi az eukarisztiát nem haladhatjuk meg, nem tudunk túlnőni rajta, és nem is helyettesíthetjük semmivel. Ez egy olyan misztérium, amit nem tudunk pótolni, helyettesíteni semmivel. Az egész egyházat tehát áthatja ez az eszkatolikus jelleg. És ez alakítja a liturgikus életet, épp úgy az ima életet is. Mindez világossá válik, például a mi atyánkban, melynek, tehát a mi atyánkban, ez az Úr imádja, imája, ugye, amelynek eszkatolikus és eukarisztikus jellege is van. Ön is egyébként szólt erről. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mondjuk a mi atyánkban. Az első évtizedekben már így értelmezte ezt Szent Ciprián. Helyesen tesszük, idézek, helyesen tesszük, hogy kérjük az Isten országát, vagyis hogy a mennyek országát, mert van földi ország is. Ám de, aki már lemondott erről az e világról, az már is fölemelkedett e világ dicsőségén és országán. Aki tehát Istennek és Krisztusnak szenteli önmagát, az nem vágyik már földi királyságra, hanem mennyei királyságra vágyik. Jön a te országod. Ez a kérés Átoszi Szent Nikodémusz szerint az ördög fájdalmas rabszolgaságából való felszabadulást jelenti, mégpedig a Szentlélek által. Csak az ország eljövetele által lehet legyőzni az embert rabszolgasorba taszító és legyőző zsarnoki ellenséget. Az a kérés, a mindennapi kenyérért, a szükséges kenyérért való könyörgés az eukarisztiára, és így Isten eljövendő országának is az eljövetelére irányul, arra is irányul. Szent Nikodémusz a mindennapi kenyeret az eukarisztikus adományokra, az Úr testére és vérére is vonatkoztatja. Az eukarisztia, a Szent Eukarisztia, amelyet az egyházban ünneplünk, egy kép, egy ikon. Az igazi eukarisztia képe, ikonja, amely nem más, mint a jövőbeni rend, az eljövendő rend. Annak az igazsága, amit az eukarisztikus közösségben ünneplünk, tehát nem a platóni elképzelések szerinti ideák már korábban is létező világán alapul, hanem az eljövendő valóságán, azaz Isten eljövendő országán. Hitvalló Szent Maximus szerint az, amit mi az eukarisztiában ünneplünk, az igaz dolgok képe és szimbóluma. Tehát az igaz dolgok képe és szimbóluma. A látható
und Symbol des Unsichtbaren. A képe és szimbóluma a láthatatlannak. Des Mystischen. Mégpedig tehát egy misztikus kép és szimbóluma láthatóból idézett, az előképtől a kép felé haladunk, és onnan az igazsághoz. Wahrheit. Mert mindaz, ami az Ószövetségben van, das neue az árnyék, ami pedig az Új Szövetségben áll előttünk, az kép. Az igazság a dolgok eljövendő állapota, írja Szent Maximus. Az igazság tehát nem a múltban van, hanem Isten összegyűlt népének eukarisztiája, az igazi eukarisztia képe. Das Urbild, az őskép, az archetipus Szent Maximus számára nem a múlt, hanem a jövő. Minél messzebbre megyünk vissza a történelemben, annál inkább eltávolodunk az archetipustól, az igazságtól. Das kommende Himmelreich, Isten eljövendő országa, der tiefste Grund, az eukarisztia legmélyebb oka és alapja, ez adja az eukarisztia igazi létét és értelmét. Ihr wahres Sein. Tehát a valódi létet. Das Band zwischen der Eukaristie. A kötelék az eukarisztia és az egyház között elválaszthatatlan. És azon a megélt tapasztalaton alapul, hogy a hívők helyben és időben a legelőkelőbb módon egyesülnek Krisztus testével. Christi vereint werden. De Metropolit Ioannis Zizioulas ebben az összefüggésben arról beszél, hogy testtel való egyéválás. Tehát testtel való egyéválás, szisomátoszis görög nyelven. Ami csak és kizárólag a Szent Eukarisztiában lehetséges, mert hogy ez az, mint a minisztérium par excellence. Tehát az egyház kinyilatkoztatását és megvalósulát jelenti. Egyetlen misztérium, szentség sem értelmezhető külön az egyház eukarisztikus tevékenységétől. Minden ebből árad, és minden szervesen rendeződik az eukarisztiába. Hogyha a Szent Nikolaos Kabászilász azt írja, hogy az egyház Krisztus szeplőtelen misztériumaiban lesz felismerhető, ismeretes, akkor nem csupán egy szimbolikus ábrázolásról beszél, hanem egy szerves identitásról, ahogyan a szív is szervesen kapcsolódik a testhez. Vagy az Úr szavaival élve, ahogy a szőlővesszők a szőlő tőhöz. És végül, amikor Kabászilász többes számban a misztériumokról beszél, nem számos különböző misztériumra gondol, hanem az eukarisztiára, mert idézek, mert Krisztus teste és vére a misztériumok, mondja Kabászilász. Az eukarisztia misztériuma az egyház nyitása Isten országához, mégpedig az elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez. Ez az Isten mennyei országában való eszkatológikus részvétel előfeltétele. Az ország ideje. Isten mennyei országa, amelyet a liturgiában élünk és meg is tapasztalunk, több idősík találkozása. Ez a múlt, a jelen és a jövő találkozása Isten örök pillanatának
nulladik pontjában. In diesem Nullpunkt des Ewigkeitsmoments Gottes. Az isteni liturgia örökké valóságának ez a pillanata ontológiai jelentőségű és szoteriológiai jellegű. Az ország, ami az isteni liturgia, tehát nem lehet pusztán egy olyan ország, amelyel anamnetikusan találkozunk, vagy amelyet a jövőben, az eljövendőben várunk. In beiden Fällen wäre egyik esetben sem lenne biztosított az országban való részesedés, und würden der göttlichen Liturgie, és megfosztaná az isteni liturgiát und annak tartalmától és alapjától. Der russische Theologe und a 20. századi orosz teológus és filozófus Nikolaj Berdyejev elmélkedésében megpróbálta meghatározni az időt. Die Zeit zu definieren, és végül erre a következtetésre jutott. És most idézek. Die Vergangenheit, a múlt kísérteties, gespentisch, mert már nem létezik. Es sie schon nicht mehr gibt. Die Zukunft, a jövő azért, es sie noch nicht, mert még nem létezik. Der Faden innerhalb der zwei, az időn belüli szál három részre szakad. Zerrissen. Nincsen valódi idő. Reale Zeit. Das auf, az idő egy részét, egyik részét felemészti a másik. Den anderen führt zu einem, ami minden valóság és lét eltűnéséhez vezet az időben. Jeglichen Seins in der Zeit. In der Zeit tritt das böse Prinzip. Idővel feltűnik a gonosz elv, a halált hozó és pusztító. Weil wahrlich, mert bizony a múlt halála, der Vergangenheit, amelyet minden elkövetkező pillanat magában hordoz, ihr versinkt, és a nem lét sötétségébe való elsüllyedés, das von, amelyet szintén minden időbeli történés magával hoz, wird, ja auch das valójában des Todes, a halál elve is. Die Zukunft ist, a jövő gyilkosa minden egyes múltbéli pillanatnak, die a gonosz idő múltra és jövőre szakad, Vergangenheit und Zukunft zerrissen, amelynek közepén in deren Mitte bizonyos, megfoghatatlan pont áll. Ungreifbare Punkt steht. Die Zukunft frisst, a jövő felfalja a múltat, um sich hernach, hogy aztán átváltozzon olyan múltá, zu verwandeln, amelyet egy újabb jövő fog felemészteni. Der weiteren Zukunft gefressen werden wird. És itt van az idézet vége. Somit ist für Berdyájev, így Berdyájev számára világos, schaffene Zeit, a teremtett idő endes eine ewige Todes, végső soron a halál örök megtapasztalása. Vernichtet sich andauernd, folyamatosan megsemmisíti önmagát. Das tatsächliche Präsenz, ezzel szemben a tényleges jelen, Realität, mint az egyetlen időbeli valóság, olyan csekély és olyan jelentéktelen időtartam, Überleitung for, hogy csupán átmenet a múlt és a még nem létező között. Seienden ist. Genau hier, éppen itt, éppen ebben a pillanatban, a mostban történik meg az időnek az Úr országa általi átszellemülése. Der göttlichen Liturgie wird diese, az isteni liturgiában az időnek ez az állandó halála gestoppt, megáll, megállítódik. Ewigkeitsmoment der Liturgie, a liturgia örök pillanatában így minden időzóna átszellemül, verweilen im, és Isten jelenében megpihen. Durch das Christus azáltal in die Zeit
Krisztus belépett az időbe és a történelembe, az idő irgalmasan megtapasztalta az örökké valóságot. Ez a szimbiózis az idő és az örökké valóság között mindenek előtt az isteni liturgiában valósul meg. Amit Berdyájev rossz időnek nevez, az átalakul jó idővé, mert többé nem kényszerül megtapasztalni a halál örök körforgását. Isten országa így az élők, és nem a holtak országává válik, mivel Isten országa örök valóság. Ebből az okból kifolyólag az isteni liturgia egyformán kozmikus és eszkatológikus esemény. Mivel részesei mind a mennyei, mind a földi teremtések és teremtmények. Az elhunytak és a jövőben születendők is együtt ünnepelnek az emberekkel. Egymásra találnak az örökké valóság pillanatában. Az ország így mindenek előtt térben és időben egyaránt katolikus országgá válik. Ez pedig a jelen idő, mint valóság, győzedelme az irreális felett. A liturgikus hagyományban találkozunk azzal a megjelöléssel, miszerint az isteni liturgia ideje a nyolcadik nap, amelyel pontosan azt akarják kifejezni, hogy az isteni liturgia a mi földi napszakaink ciklikusságán kívül létezik. Ez a nyolcadik nap, amely átlépi földi fogalmaink határát. A nyolcadik nap azonban nem is különül el az emberi napszakok ciklusától. A nyolcadik nap azonos lesz az Úr napjával, az első nappal, amely egyben az utolsó nap is, és amelyben az üdvösség körforgása beteljesedik. A nyolcadik nap a megérkezés, amely csirájában már az első naptól kezdve létezett, és végig kísérte a történelmet. Die Geschichte hindurch wie ein roter Faden gezogen hat. Damit wird így a nyolcadik nap az ember és Isten közötti közösség tökéletes helyreállításának napjává válik. Schon seit dem christlichen az őskeresztény kor óta a nyolcadik napot a teremtés megkoronázásának tekintik. Mert itt teljesedik ki a paradicsom Krisztus országában, és itt részesült Isten országában az ember. Gondolatmenetem következő részében egy másik témáról szeretnék beszélni, egy másik az ortodox teológia tekintetében fontos pontot szeretnék hangsúlyozni, az eukarisztiával, mint Isten országával kapcsolatban, és konkrétan arról lesz szó, hogy milyen jellege van, milyen eukarisztikus jellege van az isteni teremtésnek. Az ortodox teológia számára a természet nem egyszerűen természet, hanem Isten teremtése. És mint teremtésnek, mint teremtő alkotásnak különleges helye van az Úr eukarisztikus országában. Az ortodox egyház 2016-os krétai Szent és Nagy Zsinata e tekintetben kihangsúlyozta, és most idézek: az egyház szentségei erősítik a teremtést, és arra ösztönzik az ember, hogy a teremtés sáfáraként, őrzőjeként és papjaként cselekedjen.
amennyiben dicsérettel ajánlja fel azt a teremtőnek. Preis dem Schöpfer darbringt. Das deine a te dolgaidat ajánljuk neked mindenben és mindenért. In allem und für alles. Und és ápolja a teremtéssel való eukarisztikus kapcsolatot. Beziehung zur Pflegung, zur Schöpfung pflegt. Ez az ortodox megközelítés összhangban van az evangéliummal és az egyházatyákkal. És felhívja a figyelmünket a természeti környezet pusztulásának társadalmi dimenzióira és tragikus következményeire. Der Zerstörung der natürlichen Umwelt. Ende des Zitats. Idézet vége. In diesem Sinne können wir ebben az értelemben egy következő fontos ponthoz érkeztünk. Wichtigen Punkt. Die göttliche Liturgia. Az isteni liturgia nem csak a halál élményét adja a hívő kereszténynek, nur die Erfahrung des Todes, sondern hanem átalakítja őt. Formiert ihn. In der orthodoxen Theologie. Ebben az összefüggésben az ortodox teológia találóan beszél az ember átistenüléséről. Az embert a saját én központúságából az istenség irgalmas részesévé változtatja. Felismeri Isten energiáit a teremtésben, és részt vesz Isten üdvözítő tervében, amely a teremtésre irányul. Aus diesem Grund betont Kallistos. Kallistos Ware így hangsúlyozza, és most idézek: a teremtés tanának célja nem az, hogy a világnak kronológiailag egy kiinduló pontot adjon, Anfangspunkt zu setzen, hanem, sondern, hogy megvallja, dass die Welt, hogy a világ és annak létezése most és mindig Istentől függ. Idézet vége. Így az egész teremtés Isten országának részese. Az ember Istenhez való hasonlatosságában, gesamte Funktion und in seine papi funkciójában, Funktion, wie wir gesehen haben, ahogy azt láthattuk, és amint azt a krétai dokumentum is hangsúlyozza, arra hivatott, hogy a teremtés őrzője legyen. Den Platz eines Meteorios ein. Az emberiség a Meteorios helyét foglalja el. Sich azt a határt, ahol a szellemi és az anyagi birodalom találkozik és egyesül. Sind. Und durch diese priesterliche és e papi közvetítés révén a szellemfénye áthatja az egész teremtett világot. Was ist die wohin besteht sich jedoch miben értelmezhető azonban az ember papi funkciója a teremtéssel kapcsolatban? Von allem mindenek előtt in der Demut az alázatosságban. Das Reich Gottes ist Isten országa az alázat országa. Heilige Sophronius de Atonit Athosi Szent Sophronius e tekintetben arról a fordított piramisról beszélt, Miden gesprochen, die dieses Reich, amely ezt az országot jellemzi. In der Reichsstruktur, az Úr országának struktúrájában az uralkodó a piramis tetején ül, Pyramide, jedoch, de az uralkodót nem a többi emelet hordozza, anderen Schichten getragen, hanem a piramis az Úr országában im Reich des Herrn a feje tetején áll. Gedreht. Er trägt die gesamte ő viseli a teljes terhet. Die Teilnahme also az Isten országában való részvétel der Akt der és az átistenülés aktusa Menschen von, tehát mindenek előtt az embert is a terhek
társviselőjévé teszi. Minél inkább közelítünk a teózishoz, annál inkább válunk a fordított piramis szintjeinek társviselőjévé. Schichten in der umgekehrten Pyramide. In diesem Sinne ebben az értelemben az ortodox egyház eukarisztikus teremtés teológiája a kenózis alázatának teológiája. Erst werden, wenn csak akkor részesül az ember az átistenülés kegyelmében, wahrnimmt und sein ha tudomásul veszi szolgálatának nagyságát, erkennt, nimmt és felismeri a teremtésért való felelősségét. Der Verherrlichung. Anschließend möchte ich végezetül allem kurze die ökumenische Dimension szeretnék röviden kitérni a liturgia ortodox felfogásának ökumenikus dimenziójára. Präsident von des päpstlichen Kurt Koch bíboros, a keresztény egység előmozdításáért felelős pápai tanács elnöke kiemelte, és most idézek. Ich zitiere: a fő találkozási pontok Berührungspunkte zwischen der Theologie 16. Benedek pápa teológiája und der orthodoxen Theologie és az ortodox teológia között zweifellos auf dem Gebiet kétségtelenül a liturgia teológiájának területén találhatóak. Nimmt im theologischen Denken ez 16. Benedek pápa teológiai gondolkodásában központi helyet foglal el. Stellenwert ein. Insofern, amennyiben figyelmeztet bennünket Isten és az ő imádásának elsőbségére az egyház életében und im theologischen Denken és a teológiai gondolkodásban. Ostkirchliche Theologie a keleti egyház teológiai gondolkodása pedig lényegében a liturgia teológiája. Idézet vége. Ezt a gondolatot szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hiszen a teológia valóban elképzelhetetlen a liturgia nélkül, Isten országának liturgikus tapasztalata nélkül. Csak ebből kiindulva tud az ember teológiát folytatni. Istenről beszélni, und seine Erfahrung weiter és a tapasztalatait továbbadni. In diesem Sinne, ebben az értelemben 16. Benedek pápa Kardinál Koch és Koch bíboros helyesen ismerte fel, der Begriff der Orthodoxie, hogy maga az ortodoxia fogalma már önmagában egy mélyen liturgikus fogalom. Bedeutet im Sinne, az ortodoxia ebben az értelemben Isten imádásának helyes módját jelenti. Mert csak ezen keresztül válik lehetővé Isten országának megtapasztalása. Azt pedig, hogy mit is jelent a helyes Isten tisztelet, a nyugalmazott 16. Benedek pápa még bíborosként igen kifejezően fogalmazta meg. És most idézek, a helyesen végzett liturgiát arról lehet felismerni, hogy kozmikus, nem csoportszerű, az angyalokkal együtt énekel. Csendben hallgat a mindenség várakozó mélységével. Und so erlöst így váltja meg a földet. Ende des Zitats. Idézet vége. Erst wenn der Mensch diese neue kosmische Reich csak akkor lehetséges a megváltás, ha az ember felismeri és megtapasztalja ezt az új kozmikus birodalmat. Dieses Erleben des Reiches Isten országának ezen tapasztalata azonban mindenek előtt egy dolgot eredményezett az ókeresztény egyházban. Kegyelem megértésén keresztül érezték az emberek a késztetést a hálaadásra. Ebben az értelemben az eukarisztia tehát mindenek előtt hálaadás. A hála legmélyebb érzése, hogy részt vehetünk, és szabad részt vennünk ebben a kozmikus
és kozmosz feletti eseményben. Besonders heute, különösképpen ma fontos az, hogy az ember charakter als erfahr, mint a mennyek feletti események megtapasztalója, visszanyerje és felismerje a hálaadásnak ezen jellegét. Alexander Schmemann ezeket a gondolatokat nagyon lényegre törően fogalmazta meg, amikor kiemelte, és most idézek, azonban ahhoz, hogy ma a feledés évszázadai után megértsük ennek a kijelentésnek az értelmét, ahhoz, hogy megértsük azt, ami az örömmel teli korai egyház számára magától értetődő volt, és nem szorult magyarázatra, ahhoz most értelmezések hegyei között kell utat törnünk magunknak, amelyekben a magától értetődő jelleg elveszik. Csak így leszünk képesek a hálaadás eredeti keresztény értelméhez és megtapasztalásához eljutni. Jobb lenne úgy fogalmazni, a hálaadás a paradicsom megtapasztalása. Idézet vége. Ilyen értelemben lelki szükségszerűség, hogy mi emberek újra érzékeljük a liturgia kegyelmét. Megértsük a liturgia azon nyelvét, amely minden mozdulatában, minden gesztusában és minden szavában Isten dicsőségét fedi fel. Hogy ezáltal részeseivé váljunk Isten mennyei országának tapasztalatában itt és most. A liturgia ezáltal válik a Krisztusban nevelés helyévé, és ahogyan azt a krétai ortodox egyház Szent és Nagy Zsinata 2016-ban kiemelte, oda vezet, hogy az egyház, és most idézek, az egyház pasztorális gondoskodásának középpontjában olyan oktatás áll, amely nem csak az értelem képzésére összpontosít, hanem az egész emberi személy, mint pszichoszomatikus és spirituális lény építésére és fejlesztésére. An der Verklärung der Welt mitwirken kann. Annak érdekében, hogy az ember hálával telve dolgozhasson a világ átszellemülésében. Ezzel a gondolatmenettel fejezem ki abbéli reményemet, hogy az emberek ismét megérzik és felismerik Isten országának kegyelmét, és mély eukarisztikus, azaz hálaadó alázattal dicsérik Istent most és mindenkor. In Ewigkeit möge uns der adja meg ezt nekünk az Úr. Gewähren. Ich bedanke mich ganz herzlich. Szeretnék köszönetet mondani a figyelmükért. Köszönöm.